A József Attila utca a Bonyhádváros egyik legrégebbi utcája. Burkolata az 1970-es évek elején a szennyvíz és ivóvíz hálózat kiépítését követően épült a mai napig meglévő beton elemekből. Az utca felső része jelenleg is le van zárva, mivel csőtörés történt. Ez is sürgette a felújítási eljárásokról szóló döntés meghozatalát. A 2019. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor Bonyhád vezetősége döntött a József Attila utca felújításáról. Pályázati úton 30 millió forint támogatást kapott a város az utca felújítására, és további 70 millió forintot különítettek el saját forrásból. Az utca teljes hosszában és szélességében teljes mértékben meg fog újulni, egy új térkőburkolatot kap, mind a járda, mind az út, ki lesznek cserélve valamennyi közművek, csatorna, vízi közművek, illetőleg a csapadék vízelvezetés is megoldásra került, tehát egy teljesen komplex felújítása lesz ennek az utcának. Két pályázatról szeretném tájékoztatni a lakosságot ezen az úton. Az egyik egy energetikai korszerűsítési pályázat, amit top pályázat keretében nyert el a város. 400 millió forintot nyertünk, nevezetesen a Jókai utcai volt általános iskola épülete lesz felújítva, illetőleg a Széchenyi iskola ifjúság étterme. Mindkét helyen ugye az energetikával kapcsolatos szigetelések, nyílászárócserék, napelem feltételek, tehát egy komplex korszerűsítés valósul meg. Közvilágítás korszerűsítése is folyamatban van. Ugye a új lámpatestek cseréje, korszerűre, energetikailag hatékonyabbakra, nagyobb fényerőt biztosítókra. A munkálatokat elkezdték, körülbelül 300 lámpát már kicseréltek. Fennmaradó, úgy tudom, hogy összesen 2100 lámpatest kerül kicserélésre, folyamatosan történik, és várhatóan október közepéig befejeződik ez a beruházás is.